A szomatodráma egy játékos kreatív önismereti módszer, mely üzeneteket közvetít a testtől a tudatig és vissza, ezáltal egy aktív, értelem és érzelemteli kommunikáció lehetőségét nyitja meg belső világunkkal. Üveges Anna író könyvének újdonsága a szomatodráma hatásvizsgálata, amely a hagyományos és modern pszichológia módszereit egyedi módon integrálva képez hidat, önismeret és gyógyulás test és lélek között. Egyúttal egy... mondjuk így, hogy kapu vagy egy lehetőség a laikus olvasók számára ahhoz, hogy egy kicsit a testük üzenetei mögé tudjanak nézni. Alapvetően a pszichoszomatika tudománya foglalkozik ezzel a területtel, ez alatt azt értjük, hogy minden olyan testi elváltozás, amit nem indokol egy, hogy így mondjam, egy szervi elváltozás, egy szervroncsolódás, egy szervkárosodás, hanem valamilyen megmagyarázhatatlan tünetről beszélünk, akkor beszélünk pszichoszomatikus tünetekről, és a lelki összefüggések ekkor válnak fontossá, mert ugye a test úgy ad, hogy így mondjam, jeleket, ad üzeneteket számunkra arról, hogy mi zajlik bennünk, hogy mondjuk így egy szervünk megbetegszik, vagy lesznek tüneteink, amelyek kellemetlenné válnak, és óhatatlanul elkezdünk velük dolgozni. Érdemes a testtudatos életmódot meghonosítani így a mindennapokban. Ez nem könnyű alapvetően, mert a kultúránk nagyon nem a jelen létre, hogy így mondjam, hívja a figyelmünket, hanem a túlhajszoltságot díjazza. Tehát ilyen módon inkább azt tekintjük ma már teljesítménynek, ha valaki le tud lassulni, meg tud állni, magára tud figyelni, egy kicsit tud reflektálni magára, hogy így mondjam. És hogyha ezeket a gyakorlatokat a mindennapunk részévé tudjuk tenni, akkor nagy eséllyel tudunk egészségesebb életet élni. Ezzel együtt nyilván a nehézségek nem kikerülhetőek. A könyvszerzője azt mondja, ezzel a beszélgetéssel reméli, hogy olyat tud átadni a hallgatóságnak, ami később hasznos lesz számukra. Mindenképpen az, hogy jól érezze magát az, aki ide eljön, és valami olyasmivel gazdagodjon, olyan önismereti töbletet kapjon, amit akár a saját életébe tud alkalmazni, vagy akár elindulhat az önismeret útján. A beszélgetés társszervezője az Újra dolgozni Tolnában Egyesület volt.